Hány nyuca tud megírni egy gyengébb Michael Jackson számot? Állítólag az összes gyengébb slágert ők írták, sőt a jobbak közül is többet. Arról már nem is beszélve, hogy Jacko különleges táncmozdulatai egytől egyik különböző klasszikus nyuca táncok elemeiből állnak össze. Valójában sokan gyanítják, hogy maga a pop ikon is nyuca volt, esetleg több nyuca. Mennyire sejmes a nyuca? Ha hihetünk a baranyai nyucakesztyűről szóló korabeli beszámolóknak, akkor az átlagos újbegy érzékenységű ember számára is összehasonlíthatatlanul sejmesebb a nyuca prém tapintása, mint bármi másé a világon. A kiinduló pontunk tehát az, hogy a nyuca nem csak a macskánál és a nyúlnál, de a nutriánál és a sejemhörcsögnél, sőt a nőstény gyapjasünnél is sejmesebb. Vannak, akik megkockáztatják, hogy a finomra főtt, cukrozott kappanháj, vagy a faragott székre kent borzzsír sem veheti fel vele a versenyt. Luca napján például az év és napszak kondenzációs nullponton mért napfény sejmességének 11,98-szorosa a nyucáé. Mekkora örömöt tud kiváltani a nyuca? 17-es skálán 12-t. Vagy 13-at, attól függően épp milyen napja van. Mennyire jó harcos a nyuca? Aki ismeri a Gyaloggalop című nyucológiai dokumentumfilmet, tudja a választ, aki nem, annak ideje pótolni. Melyik városból mennyit ér egy nyuca? Na, ha valaki városban akarja mérni a nyuca értékét, legyen roppant óvatos, mert beleharaphat a fejébe egy pótcickány. Lévén az ettől a kérdéstől mindig rettentően feldühödik. Szóval, ha Bécsre, Krakkóra vagy éppen Salgótarjánra váltaná a nyucát, feltétlenül ellenőrizd az alábbiakat. 1. Üle cickány a válladon. 2. Ha igen, akkor milyen cickány ül a válladon? 3. Ha nem, akkor ugrál le a szomszéd szobában a kanapén egy pótcickány. 4. Ha nem ugrál, akkor nem azért nem ugrál le, mert elbújt, mikor meghallott a lépteid zaját. 5. Nem rejtőzik-e a nagypapa tévé mellé állított urnája mögött, mindjárt több is belőle. Tehát légy óvatos, mert pótcickány haraphat beléd. Húzhatja meg a hajadat, pöckölheti meg a füledet, vagy épp csiklandozhat meg. Nem vicc. Hány gőzgombócot ér egy nyuca? Kicsiből 34-et, közepesből 23-at, nagyból pontosan 17-et. A gombócok értékét a System International d'Unité határozza meg. Figyelem, a kapott eredmény az al és feltét, illetőleg a töltelék nagyban befolyásolhatja. Hány nyuca koponya kell a nisi koponyatorony pontos reprodukálásához? 63.312. De miért akarná bárki reprodukálni ezt az emlékművet? És miért pont nyuca koponyából furcsák az emberek? Kivonat a Massachusetts Institute of Technology kísérleti matematikus doktorandusainak vonatkozó tanulmányából, Nature folyóirat, 2020. december. A nyuca érti az emberi nyelvet. A nyuca érti az emberi nyelvet. Ám az ember sosem értheti a nyucát. Bár időről időre akadnak próbálkozások, a feladatot nehezíti, hogy nincsen egyetlen, mondjuk úgy általános nyucanyelv. Míg az északi nyucák hol ágrecsegésre, hol a tűzbe dobott nedves fa sivítására emlékeztető hangja, legtöbbünk számára csak tagolatlan nyűszítésnek tűnik, a déli nyucák rövid nyikkanásokkal ritmizált morgását talán már inkább azonosítja beszédként az emberi fül.
De akkor még nem is említettük a nyugati, úgynevezett kevert, vagy átmeneti nyucafajok által kiadott hangok, a mély kurrogástól az üveghangú vinnyogásig tartó széles skáláját. Annak, aki értelmet akar találni ebben a hangzavarban, valószínűleg egy ős nyucanyelv nyomait kellene feltárnia az egymástól olyannyira különböző hangsorok mélyén. Ám, még ha a hangtani régészet sikerrel is járna, akkor sem garantált, hogy a meglelt gyökerekből az idővel egyre burjánzóbb változatokat és azok leágazásait követve eljuthatnánk egy strukturált, számunkra is értelmezhető nyelvhez. Ami még korán sem jelenti azt, hogy a nyucák ne rendelkeznének ilyennel. Hiszen egy sajátosan egyéni nyelvi rendszer hiányában hogyan tudnák oly kifinomultan érteni az emberi beszédet? Bár egyes kutatók a kutya-ember kapcsolat analógiájára ezt bizonyos a nyucák és köztünk létrejövő érzelmi rezonanciával vagy metakommunikatív érzékkel magyarázzák, e hipotézis sem tűnik kielégítőnek olyan esetekben, mint mondjuk a bécsi Markus H. Spitz, jól ismert kísérlete. Ahogy köztudott, az osztrák professzor egy a bécsi erdőben csapdába esett nyucát fogadott be az otthonába. Bár az állat eleinte riadt volt, és nem fogadott el semmilyen táplálékot, a professzor idővel sikerrel magához szelídítette, mi több, szóra is bírta a meglepő intelligenciát mutató egyedet. A leginkább Nyugat-Tirolban ismert Katzinchel rokonítható példány egy hét elteltével már szívesen társalgott vendéglátójával. A nyuca reakcióiból ítélve pontosan felfogta a professzor szavait, sőt, a hozzáintézett kérdésekre is örömmel felelt. Noha Spitz professzor nem sokat értett a nyuca, hol izgatottan vakogó, hol lassú, mély morranásokból álló beszédéből, a magnó felvételeken rögzített, kisi egyoldalú beszélgetések tudományos értéke kétségkívül felbecsülhetetlen. Egy idő után a tudós még délutáni sétáira is magával vitte egy rédencét, melyek során az, bár nehezen szokta meg a forgalmas utcák zaját, élénk érdeklődést mutatott az osztrák főváros látványosságai iránt. Ebben az időben a járókelők gyakorta láthatták a nyucájával diskuráló tudóst, a Volksgarten kavicsos ösvényein sétálva, esetleg a Havelka kávéház egyik ablak melletti asztalánál, mely patinás intézmény az ott kapható kiváló almásrétesnek köszönhetően városi kóborlásait gyakori végállomása volt. Nem férhet kétség hozzá, hogy Spitz professzor forradalmi kísérlete előbb-utóbb meghozta volna az áttörést a nyuca-ember kommunikáció terén, ha a szerencsétlen állat váratlanul el nem pusztul a különösen heves 1958-as bécsi influenza járvány idején. Bár a sajnálatos okból kifolyólag Spitz professzor kísérlete befejezetlen maradt, több helyen is publikált feljegyzései elég okot adnak rá, hogy bízzunk a további kutatások eredményességében. Talán van remény, hogy egy napon mégis megérthetjük majd a nyucák beszédét, és nem maradunk örökre elzárva e páratlan faj titkaitól. Walter Ehrenbaum, vadok nyelvén szólok. Nyelvészet és etológia a 20. században, akadémiai kiadó 2007. Köszönöm szépen!